Köszöntöm Mozaik című műsorunk nézőit. Ma egy picit visszarepülünk az időben, úgy nagyjából 6000 évet, hiszen egy olyan programról, illetve egy olyan kiállításról lesz majd szó, amely Sopronban igencsak nagy sikert aratott az elmúlt időszakban, és egy nem minden napi farsanggal is várja majd az érdeklődőket. Ez nem más, mint az Istenek, emberek halottak című kiállítás, amely december óta már látható a városban, és ehhez kapcsolódóan, ahogy érkezik a február és a karneváli farsangi szezon, egy nem minden napi rendezvény is csatlakozik majd, de erről többet tudunk majd beszélgetni vendégem, már Kócán Péterrel, a Prokultúra kulturális igazgató helyettesével üdvözlöm. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket is. Nos hát, Istenek emberek halottak, nagy várakozások előzték meg ennek a kiállításnak a Sopronba érkezését. Most már ugye több mint egy hónapja látható a tárlat. Mik az eddigi tapasztalatok? Mekkora a látogatói létszám? Mennyire érdekli ez az embereket? Tehát léptük a 3000-es létszámot. A várakozás tényleg nagy volt. Több mint egy évvel ezelőtt kezdtük el szervezni ezt a kiállítást, akkor jártunk fenn a Szépművészeti Múzeum igazgatóságánál, és nagy öröm számunkra, hogy Sopronba érkeztek első alkalommal ezek a kiállítási tárgyak. Tehát ez az első alkalom, hogy elhagyják a Szépművészeti Múzeum épületét, ezek a nagyon értékes műtárgyak. Tényleg van közöttük 6000 év körüli szobor, műtárgy, stélé, van mumia is, vannak szarkofágok is, igen, erre kíváncsi a nagy közönség, de az egyik legfontosabb kikötése a múzeumnak az volt, hogy megfelelő környezetben, megfelelő installációval kerüljön kiállításra ez az értékes anyag. A Szépművészeti Múzeumnak az egyiptomi gyűjteménye az egyik legnagyobb közép-európai egyiptomi gyűjtemény, több mint négyezer műtárgyat foglal magába, ebből az igen nagy merítésből a legértékesebb műtárgyakat sikerült elhozni Sopronba, tehát remek művek a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményéből, azt hiszem ez is az egyik alcíme ennek a kiállításnak, és bárki, aki ott járt, úgy, úgy megérezte ezt, hogy ez egy nem mindennapi dolog, tehát ilyen még nem volt, és mondjuk szerintem száz évig biztos nem lesz, hogy Sopronba ehhez hasonló rangú, jelentőségű kiállítást tudjunk megrendezni. Ami még egy külön érdekesség, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, nagyon kedvező jegyárakat tudtunk biztosítani a város támogatásának köszönhetően, sőt a családi, nyugdíjas és diák kedvezményeken túlmenően a soprani diákoknak a soprani önkormányzat biztosítja azt is, hogy ők csoportosan 500 forintos belépő egyen látogathatják a kiállítást. Ennek megfelelően érkeztek már csoportok decemberben is, bár egy kicsi olyan érzésem azért volt, hogy a, a, a sok decemberi esemény, várkerület felújítás, karácsony, ünnepek, miatt a soproniakhoz annyira még nem jutott el, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy itt is beszélhetünk erről. Viszont az a koncepció bejött, hogy fontos volt, hogy már az ünnepek alatt nyitva volt a kiállítás, mert nagyon fontos, hogy a sopronba érkező turisták számára is tudjunk attrakciókkal szolgálni ezekben a napokban is, amikor annyit nem lehet szabadtéren tölteni. Tehát nagyon sokan látogatták az ünnepek között ezt a kiállítást, úgyhogy elindult, de még van ez a pár hónap, úgyhogy nagyon biztatok mindenkit, aki még nem jártott, vagy esetleg nem is hallott erről a kiállításról, az feltétlenül jöjjön el, egy jó darabig ilyen kiállítás nem lesz, innét Sopronból is már tudjuk, hogy megy tovább az anyag, tehát február 21-ig látható a Szép Művészeti Módom Egyiptomi Gyűjteményét bemutató kiállítás itt a Liszt központban. Ugye nagyon nagy szervezési munka, nagyjából egy évvel előzte meg a kiállítás megnyitását. Ha a kulisszat, titkokból lehet egy picit sem egészni, ha betekinthetünk a szervezési munkákba, akkor mik voltak azok, amire oda kellett figyelni? Tehát itt azért csak nem 6000 éves tárgyakról, illetve leletekről van szó. Gondolom nem volt egyszerű egy megszervezni de. egyrészt a szállítás sem, másrészt pedig magát a kiállítást berendezni is egy külön dolog lehetett, odafigyelve arra, hogy minden biztonságban legyen, de azért emberközel és látványos legyen az a tárlat. Igen, természetesen nagyon sok technika és biztonsági feltételnek kellett megfelelni, klímavitrinek vannak, állandó páratartalmat kell biztosítani ennek az ominózus uh, mumjának. Aztán akkor ugye, az is egy előnye a, ennek a kiállító helyszínnek, hogy ez korábban ugye kaszinó funkciót töltött be ez az épületrész, és hát ennek megfelelő biztonsági berendezésekkel van ellátva, tehát ez egy fontos, fontos uh, Döntési faktor volt, amikor mérlegelte a Szép Művészeti Múzeum vezetősége, hogy elengedi egyáltalán ezt az anyagot. De talán, és hát itt mondjuk úgy van valami szerepe talán a, a szervező intézménynek is. A legfontosabb ilyenkor mindig az, hogy el tudjuk-e mi hitetni a partnereinkkel azt, hogy Sopron egy olyan kultúrváros, Sopronban létezik egy olyan közönség, Soproniak felfogják azt, hogy mi is történik itt e, ilyenkor. Egy ilyen kedvenc példám a Friderikus ezt a tévések biztos érteni fogják, hogy amikor ő vére verejtékkel megszervezte azt, hogy egyszer az ő beszélgető sójába ott legyen egyszerűben elendolón és e, Jean-Paul Belmondó, akkor annyira lefagyott a közönség, hogy szinte alig mertek tapsolni, ő évekig kapart azért, hogy ilyen nagy stárokat összehozzon. Mi is és egy kicsit így érezzük magunkat, hogy, hogy, érezzük annak a súlyát, hogy mit jelent az, hogy ilyen műtárgyakat, ilyen műkincseket, ilyen kultúrtörténeti érdekességeket rábíztak a városra, és hát ezzel a mumia programmal, meg minden marketing akciónkkal azért azon vagyunk, hogy tényleg a városban mindenkihez eljusson ennek a híre, és fölfogjuk azt, hogy ilyen nem volt, nem lesz, tehát azért ez egy nagy alkalom a város életében, hogy ebbe a különleges világba betekintést nyerhetünk. Egyébként annyit hadd mondjak, hogy a, aki eljött erre a kiállításra, az mind megérezte, és tényleg érdemes volt túl ezeken a technikai biztonsági feltételeken eleget tenni azoknak az elvárásokra, a elvárásoknak, amik az installációra vonatkoztak, mert, mert hát szépek ezek a műtárgyak önmagukban is, de az egész megjelenítés, az egész kiállítás mondja az, hogy egy sírkamrát berendeztünk a, a munkácsi teremben, ez úgy, úgy hat. Tehát szóval mindenki, aki jön és meglátja az elrendezésből, úgy, úgy, úgy szíven üti azt, hogy tulajdonképpen itt egy olyan kultúrával találkozunk, ami egyrészt nagyon távoli, másrészt pedig benne van a mindennapi életünkbe, tehát szóval földrajzilag sincs annyira nagyon messze, tudjuk azt, hogy ebből a korszakból ugye sokkal távolabb kultúrákkal is össze-össze lehet futni, másrészt pedig, tehát a, a, a görög-római kultúrán keresztül, ugye ez, ez a tudás mind beépült, ugye a hitvilággal kapcsolatban is, hogy idegenkedünk, meg hogy milyen primitív, meg ilyesmi, ugyanakkor egy pár perc után, hogy, ahogy nézzük ezeket a műtárgyakat, mindenki rájön, hogy ők is ugyanazokat az út, ugyanabban az útkeresésben voltak, mint mi. Szóval ezek az élmények úgy mindenkit felkavarnak, úgyhogy nagyon jó visszajelzéseink vannak erről a kiállításról. És ugye ez egészen február 21-ig látható, addig viszont még egy nagy dobásra készülnek, amely kicsiknek is nagyotnak is szól. Ez pedig majd az az egyiptomi játszóház, illetve fáraók piramisa, valamint a, a, múmiák, seri múmiák, éjszakája talán a címet viseli majd amely ugye február 6-án várja az érdeklődőket? Igen, tehát lesz egy több program, tehát itt is az a cél, ugyanúgy a kiállításnál, hogy van, aki csak végigszalad rajta, esetleg már több mindent tud Egyiptomról, az is akkor nyugtázza, hogy na, hogy ez itt volt, jó volt, de aki több időt szeretne itt tölteni, annak is több anyag áll rendelkezésére a kiállító teremben is, tehát több szinten értelmezhető. Ugyanígy a marketing akcióink van ebben a Ebben a népszerűsítő programban is arra törekedtünk, hogy több korosztályt megszólítsunk. A délutáni program a családoknak szól, gyerekeket, fiatalokat, vállalkozókedvű, fiatalos lelkű felnőtteket szeretnénk rábírni arra, hogy öltözzenek be valamilyen Egyiptomhoz kapcsolódó jelmezbe, tehát várjuk a serény múmiákat, kleopátrákat, fáraókat, rabszolgákat, kinek mit enged meg a fantáziája, tehát lesz egy ilyen jelmezbemutató. Egy folyamatos játszóház program lesz délután három órától itt a Liszt központban, és már ezt megelőzően Ennek is egyiptomi vonulata kötöd, lesz, lesz, és lesz, sok a játszóház. Alapvetően igen, tehát próbálunk mindent így körüljárni, tehát hieroglifás könyvvel őket készítünk, piramisokat építünk, meg hát a ennek pontosan utána néztek, hogy mi az, amit így apró kézműves mozdulatokba hozzá lehet tenni. Aztán piramisépítés is lesz, lesz egy olyan hely, ahol saját kezével mindenki foghat a Nyugat-Magyarországi Egyetem faipari karának felajánlásának jóvoltából, és ott építhet az egyetemisták vezetésével egy emberléptékű piramist, viszont lesz egy 36 négyzetméter alapterületű piramis is. Ezt, ezt egy hullámpapírgyártó cég támogatásának köszönhetően tudjuk felépíteni, ez az előtérbe lesz. Ezt nem aznap fogjuk ott a helyszínen csak felépíteni, ez nagyobb előkészületeket igényel, de ennek meg olyanok a dimenzió, hogy egy picit ugyan óriási piramisokba bele lehet, vagy azt a az élményt vissza lehet érezni, keresztül is lehet majd rajta menni. Igen, ezt... hiszen ugye aki már próbálja, próbál egy picit tervezni előre az olvashatja a programok között, hogy egy átjárható, hatalmas piramis lesz. Ha, ha ez felépül, és mondjuk ellátogatunk erre a programra, akkor ezt hogyan kell elképzelni? Tehát ugyanúgy lesz egy bejárata a piramisnak, és hasonlóan lesz belül berendezve, mint egy, mint egy valódi piramis, vagy ez inkább csak egyfajta ilyen átjárható, megnézhető piramis, ami, ami mondjuk jól mutat fotón, ha készítünk egyet, vagy csak egyszerű kis ö, ö, sétát tesz lehetővé. Tehát a külalakja a gizai piramisok mintájára készül, belülről arányosan nem lehet ezt fölépíteni, tehát egy sima átjáró lesz rajta. Viszont hát ugye ez az egész folyamat barátokkal, munkatársakkal együtt, akiket sikerült bevonni ebbe a folyamatba, hogy sokan tényleg itt is az az élmény, ami a kiállításon is van, hogy, hogy ugye olyan kis primitív, meg távoli, meg olyan egyszerű dolgoknak tűnnek ezek az ókori történetek, és hát amennyi kérdést egy ilyen piramisnak az építése fölvet, az olyan magasrendű tudás birtoklásáról tanúskodik, úgyhogy itt is mi meg kellett, hogy küzdjünk miniben ezekkel a problémákkal. Hát ez külsőre olyan lesz, mint a, a, a gizai piramisok egyike, viszont egy egyenes átjáró folyosó lesz rajta, azt hiszem 800 kartondobozból fog felépülni, úgyhogy ennek már lassan neki is állunk, és akkor ez február 6-ára elkészül. Ez csak egy ilyen ízelítő, egy kis hatásvadász elem lesz ebbe a programba, de reméljük, hogy felkelti a fiataloknak az érdeklődését. Ugye egy valódi piramis sem két nap volt annak idején felépíteni, és ez sem egy-két-három óra alatt fog épülni. Hány szakember fog ezen dolgozni, és pontosan a, a bemutató előtt mennyivel épül fel? Tehát ugye az egész tervezési folyamat ugye elindult novemberben, tehát amikor már biztossá vált, vagy hát tudtuk, hogy itt lesz ez az egyiptomi kiállítás, akkor már kezdtünk az ilyen kísérő programokon gondolkozni. Úgyhogy egy 10-12 fős csoport fogja ezt konkrétan építeni, de már egy külön csapat készíti ugye a lapra összehajtogatott, vagy hát felvágott dobozokból a dobozokat. Az egy olyan jó tíznapos munka lesz, tehát utána akkor az első fázis, hogy az alapzatot megépítjük, és hát meglátjuk, hogy milyen tempó haladunk, hogy, arra is egy olyan jó hetet hagytunk, hogy magát a piramist felépítsük, aztán meglátjuk, hogy útközben még milyen problémákba ütközünk. Rengeteg érdekességgel szolgál tehát majd ez a kiállítás egészen február 21-ig, akinek pedig február 6-ára még nincs programja, az annak érdemes akár gyerekkel, vagy barátnővel, baráttal, feleséggel ellátogatni a fáraok farsangjára, illetve a seri múmiák éjszakájára, hiszen kicsiknek és nagyoknak is igyekeznek majd a Liszt központban egy kellemes délután egy egyiptomi jellegű farsangot kínálni. Én Kócán Péternek a Prokultúra kulturális igazgató helyettesének köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm, viszontlátás. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, érdemes tehát erre a programra ellátogatni, a folytatásban pedig maradjanak velünk, a viszontlátásra.